Na akkor ez itt a Royal Flash Turbo, és a mai témánk, hogy a Disneylandben a hercegnő és minkelő sátorban nőnek, hercegnőnek öltözött férfiak sminkelik a gyerekeket, és a családok menekültek a Disneylandből. Hófehérkének sörhasa és szakálla van. Igen, és büdös. És büdös, hát azt nem tudod, a képről nem látod, hogy büdös. Hát azt nem. De most tényleg gondolj már bele, hogy elviszed a gyerekedet a Disneylandbe, és egy szakállas férfi nőnek öltözve oda megy hozzá, hogy szia öcsi, kisminkelek királylánynak. És... hát vannak ilyen klubok Budapesten, de ez nem a Disneyland. De... és oda felnőttek járnak szórakozni, nem gyerekek. Igen. Most egy... Nem találok erre a szavakat. Most egy Disneylandbe ezt most miért kell? Hát a Disneylandbe elmegyek, és a gyerek egy hétig pattog, hogy úrá megyünk a Disneylandbe, és Disney hercegnőket akar látni, akkor... szakállas Rapunzel. Szóval itt van a puci kis minkeljelek. De tényleg a szakállas Rapunzelnek a szakállát engedik ki az ablakon? Csődbe viszik az egész céget szándékosan. Hát erre megy ki, hogy ha valamit nem értesz, akkor biztos, hogy a pénz a válasz rá. Tönkre teszik a parkot, hogy azt is eladják. Aztán lehet, hogy majd Wonderworld lesz belőle. Ha Wonderworld, akkor csinálnak, mint akarnak, nem érdeke. De most egy Disneylandet, aminek minden gyereknek az álma volt, hogy eljusson Disneyland, azt így teljesen kinyírják. Kiskoromban én is álmodoztam róla, hogy egyszer eljutok oda, és nem eljutottam. Most meg már nem is akarok menni. Hát nem tudom, lehet, hogy egy 4 éves kislány inkább hamupipőkével szeretne találkozni, nem egy sörhasú, szoknyás, szakállas csávóval. Úgyhogy nem tudom, hogy a gyerekeket miért kell minden áron belerángatni ebbe a szex témába, meg a szociális témákba, meg politikába. Gyereknek szerintem semmi köze nincs a szexhez, meg egy Disneylandnek semmi köze nincs a szexhez, legalábbis így kéne lennie. Mondjunk már valami szépet is. Most ezzel kapcsolatban hogy mondjak szépet, vagy mit mondjak? Tényleg vannak olyan emberek, akiket támogatni kell ebben, mert... hát aki az épp észszerűség határain belül mozog... Én elhiszem azt, hogy tényleg, és amúgy nem számít, hogy én mit hiszek, de én elhiszem azt, hogy tényleg van olyan ember, aki úgy érzi, hogy rossz testbe született, és nem bánja meg soha, hogyha ő a másik nemként él. Ugye mindig minden szervezet, meg társadalom, tök mindegy, vagy akár az egyén is, mindig azt hirdeti fennhangon, amilyen nincs. Tehát ezek a mindenféle mozgalmak, amik hirdetik az elfogadást, meg a megértést, meg a türelmet, miük nincs, türelmük, elfogadás, megértés, semmi. Ezek a woke mozgalmak okádják legjobban a gyűlöletet mindenki iránt. Na hát erre szerintem az egyik legjobb példa, hogy a Jó barátokban volt a Jennifer Aniston, vagy mi volt a neve? Nem tudom. Ez volt a neve. Én nem néztem. Mindegy. Az a lényeg, hogy a 90-es évek vége felé lefutott ez a sorozat. És ma, 2023-ban elővették a Jennifer Aniston-t, hogy ő milyen homofób, meg transzfób, meg rasszista, meg akármi, mert hogy a Jó barátokban se meleg, se leszbikus, se fekete, se semmi nem volt. Az nem arról szól. Miért? Az életem értelmeiben meg csak feketék voltak. És nem volt benne se eszkimó, se őslakos amerikai, már indiánt nem szabad mondani, ezt az indiánok se értik. Jó, csak most így, tehát be tudjam fejezni, hogy tudod, asszony, hogy leszitták őt ezek miatt a dolgok miatt, és emiatt gyűlölik, és megy ez a cancel culture akármi, hogy mindenhonnan el akarják tüntetni. De ugyanakkor ők meg azt hirdetik, hogy a nők azok mennyivel jobbak, és legyenek sikeresek, és boldogok, és a többi. És ott van egy híres női színész, aki szerepelt a Jó barátokban, és mindenki szerette, és a 2000-es évek elején, vagy 90-es évek végén, amikor futott ez a sorozat,
úgy mentek be a nők a fodrászhoz, hogy olyan hajat kérek, mint a Jennifer Anistonnak, és tényleg mindenki szerette, na most őt ki akarjuk nyírni, mert hogy a sorozatban nem volt fekete. Nem, ez annyira... Egy egészséges ember azért fel tudja dolgozni, hogyha a világ nem akar mindenben megfelelni neki. Ha olyat hall, ami nem tetszik neki, akkor az fel tudja dolgozni, meg tud birkózni az érzelmeknek skálájával. Ők viszont úgy gondolják, hogy a nap minden percében, pillanatában, hogy ők csak is boldogok és elégedettek lehetnek minden nap, és hogyha kívülről bármi jön, ami ezt a boldogságot és elégedettséget megzavarja, akkor kitör a hiszti. Jó, de most van, tehát azt hirdetem, hogy a nők egyedülállóak és függetlenek és erősek és jó, de jó nekik, és van egy híres és sikeres nő, akkor azt még kell tönkretenni? Hát Rowlingot is tönkretett. Most miért kell tönkretenni valakit? Azért, mert felvállalja a vélemény. Ez a legjobb csavar, hogy megadjuk az embereknek a véleménynek a szabadságát, mert akkor elkezdik ők egymást moderálni. És az emberek egymás sokkal kritikusabbak. Elkezdenek kiskirálykodni. Nem tudok más mondani, mint a Family Guy-ban, amikor 2022 vagy 21 van, mindent be kell tiltani, ami engem zavar. Nem az, hogy meg kell birkózni azzal, ami engem zavar, hanem mindent be kell tiltani, ami engem sért és zavar. Egy kicsit alkalmazkodni kéne a világhoz, és nem elvárni, hogy az egész világ alkalmazkodjon hozzám. Pontosan, de most még mindig visszakanyarodva erre a példára. Vagy a sikeres nő. Hogy a sikeres nő, hogy tényleg nem az, hogy felnézünk rá, hogy ez az ő megcsinálta, közülünk való, ő megcsinálta a tutit, jaj, de jó neki, hanem azt mondjuk, hogy rohadjál meg, dögölj meg. Hát nem ezt hirdeted, hogy legyen sikeres? Akkor, hogyha sikeres lesz, akkor még kell utána kinyírni. Ugye a Rowling, ahogy mondtad őt is, megcsinálta a tutit, mindenki imádta a Pottert, most meg utáljuk, mert kimondta, hogy a született nőnek nehezebb nőnek lenni, mint a férfinak, aki nőnek öltözik. És emiatt most őt gyűlöljük. De hát, sikeres nő, nem támogatni kéne? Hát én azt mondanám, hogyha ezt hozzá szólnom, hogy máshogy nehezebb, de ebbe inkább nem menjünk bele. De ez ugyanaz, mint a... Fú, nem tudom, valami nagyon régi film volt, hogy akkor még azért igen, csak még az USA-ban benne volt az emberekben a rasszizmus. Hát és csúnyán benne volt. Volt, hogy sorozatgyilkosokat engedtek el, azért, mert ők fehér bőrűek és szőke kék szeműek, és inkább fekete embereket tartóztattak le, akiknek semmi közük nem volt az egészhez. Az Eddie Murphynek az Élet című filmje, ez pont erről szó, és nagyon jó film, azt nézzétek meg. Na, innen, szóval volt egy, még egy ilyen nagyon régi fekete-fehér film, ahol volt egy fekete nő, eljátszott egy ilyen minek hívják ezeket a maideket magyarul? Takarítónő, vagy gondnok? Nincs vagy... magyar megfelelője. Jó, tök mindegy, eljátszott ezt a gondnokot, cselédet, akármit, és Oscar-díjat kapott érte. És ő volt a, nem vagyok benne biztos, de lehet, hogy az első fekete nő, aki Oscar-díjat kapott. Na most így 2023 környékén kitalálták, hogy ez nagyon sértő a feketékre nézve, ezért el kell törölni. Mit? Az Oscar-díjat? Hát az Oscar-díjat eltörölték a film miatt. Mert hogy a film sértő. És nem, hogy örülnének, hogy ott van, megcsinálta, megkapta az Oscar-t, nem. Az egész karrierjét kukázták, mert hogy ez ma sértő, és ezt nem szabad. És kit sértett? Kinek a gyerekét sértette meg? Melyik volt az a pénzes zsák? Hát ez az... Szerintem már az emberek már arra a filmre sem emlékeznek, de valamelyik elővette. Valamelyik otthon unatkozott, elővette, megnézte, elővette, felháborodott. Hogy felháborodott rajta, hogy egy fekete nő cselédet játszik, és ez megalázó, és azonnal tiltsák. Nem azért, de ő maga a rasszista, mert nem fekete színészek, meg fehér színészek vannak, hanem színészek és szerepek. Hát ez az... És ez a legszomorúbb az egész, hogy valamelyik színész eljátszik egy szerepet, és elítéljük, mert akármilyen színű. Színész, ez a dolga, hogy szerepeket játszon. Hát
Most érted, ott van a Django elszabadul, hogy a Leonardo DiCaprio, hát nem mondhatom ki, hogy miket mondott. És mindenki szereti ezt a filmet, és szerintem is egy jó film, de most meg már említeni sem szabad, mert hogy új rasszizmus. Ó, azért Sylvester Stallone és Oscarba sem volt fekete. Mi lesz itt még? Na, hát. Ja. De azt nem törölhetik el, mert az összes gonosz bankár fehér volt. Júj! Ja, igen, nem, akkor azt már nem szabad. Azt már nem szabad. Tehát most... Mert ez a... vegyünk mindent, ami régi, és írjuk át politikaiak korrekt. És mi lenne, hogyha elviselnénk azt, hogy 60 évvel ezelőtt máshogy voltak a dolgok? Hát ez az. Hát most, ha megnézed a Ben Hurt, ott az arab, akinek a lovai voltak. Igen, az az arab, nem tudom már mi volt a neve, be volt festve. Befestett arcú ember játszotta az arabot. Mert nem találtak egy olyan arab színészt, aki tud angolul. Meg kb. Szerintem nem is foglalkoztak vele, de ettől függetlenül a Ben Hur rengeteg Oscar kapott, igen. És egy nagyon nagy film. Mert akkor nem is volt probléma, te fel sem merült az emberekbe, hogy ez rasszizmus lenne. Hát a régi görög színházak, ott is a férfiak játszottak minden szerepet, a nőt is. Hát a nőt is, annyi, hogy ők maszkot tartottak az arcuk elé. Ja, de most az, hogy a színész milyen szerepet játszik el, ezért színész. Mert tök mindegy, hogy milyen szerepet osztasz ki neki, azt eljátsza. Erre nagyon jó példa a Felhőatlasz, amikor fognak mit én 4 színészt, és úgy csinálják meg, hogy a 4 színésznek 8 különböző életét látod. És a Smith ügynök, aki a Gyűrűk urában a Tünde király volt, az eljátszik egy nagyon kövér nőt. Már nem emlékszem, hogy milyen szerepet játszott, mert csak egyetlen egyszer láttam, amikor megjelent a film. De ott is az, hogy össze-vissza szétmaszkírozták a színészeket, és mindenféle szerepet eljátszottak, és ezért volt zseniális. Most akkor tiltsuk be a Felhőatlaszt is, mert ugye a férfi színész eljátszott egy kövérnőt, és ez sértő. Vagy remélem nem jut eszükbe a Ben Hurt így másodjára is újra. Hogy, a remake-et Ben Hur remake-elik. Igen, a remake-et Ben Hur remake-elik, mert hogy a rabszolganő, akibe Ben Hur beleszeret, az majd egy erős fekete leszbikus nő lesz, mert mindenki tudja, hogy az összes fekete nő leszbikus, ez Hollywood megtanította nekünk. Kicsit se rasszista, meg előítéletes. Á, dehogy, hírből se hallottak ilyet. És akkor a rabszolganő... Jaj, nem lehet fekete a rabszolganő, bocsánat. Na szóval akkor ő nem rabszolganő lesz, hanem egy sikeres kereskedőnő, és majd ő lesz, aki Ben Hurt a gályáról kiszabadítja, és megvívja majd helyette a Ben Hur páncéljában a gladiátor csatákat, és majd ő lesz, aki Jézus helyett meggyógyítja az összes leprást. Pontosan. És elvész majd a filmnek az értelme, csak az én számomra lehet, de olyan értékeket közvetít, hogy a férfinak legyen tartása, becsülete, erkölcse, értékrendje, és ehhez ragaszkodjon. Ma már nincs ilyen. Ma nézd meg egy férfi szereplőt a mai modern filmekbe. Az összes egy töketlen balfék. Idióta, semmit nem tud, mindent helyette kell megoldani, egy lúzer, egy nulla. Hát most, ami lement ez a Marvel sorozat, már a címét se tudom, csak az, hogy irdatlan nagyot bukott, hogy benne van a Nick Fury, aki egy megkeseredett, házsártos vénember, aki lúzer és semmit nem tud megcsinálni. Na, a régi filmekben tényleg a férfi az... úgy volt ábrázolva, hogy ezeket az akkori értékrendeket tudja közvetíteni. Hogy oké, azok sem voltak tökéletesek, mert hogy a férfi erős, a férfi határozott, a férfi vezető. Mi van, hogyha nem az? Jó, persze azért a 90-es években csúnyán átestek a ló túloldalára, amikor a Schwarzenegger egyedül egy pisztolya lemészárolja az összes rossz fiút, meg a Stallone is, meg a... Van az az oldal is, amikor már túlzásba viszik. Jó, de tényleg az volt, hogy akkoriban voltak ilyen értékek, amiket lehetett közvetíteni a filmeken keresztül,
nem mondom, hogy 100%-ig jó, hogy a nőkről mindig azt vetítették, hogy ők érzékenyek, gyöngék, pátyolgatni kell őket, megvédeni. Gyerekként én imádtam, amikor először megjelentek azok a filmek, amikben a nő nem egy textildarab volt, amit felhúzott magára a főhős, hanem tényleg ki tudott állni magáért, és nem kellett őt megmenteni minden áron, de nem volt több a férfinál, hanem egyenrangúak voltak. Ez az, ami ma nem megy, hogy a nő az úgy lesz erősebb, hogy mindenki mást a porba tiporunk, megsemmisítjük őket. Hát a legjobban a Shrek tetszett. Ja, az jó. Fiona is ott megjátszotta a törékeny herceg. Vannak ezek a társadalmi szerepek, vagy ezek a nemi szerepek, ezek a nemi eszmények, ideálok, hogy egy nőnek ilyen gyöngédnek kell lennie, meg romantikusnak, hogy ó, lovagom, meg fogadd el kendőt, hálám, zálogaként, az közben így néha azért kibukik belőle egy ilyen rohadjál meg tényleg az volt zseniális abban a filmben, hogy nem kell megjátszani magadat, lehetsz önmagad, és nem kell tökéletesnek lenned ahhoz, és gyönyörűnek, hogy boldog legyél. Én csak itt szerintem az a legnagyobb gond, amikor megfogunk egy régi, jól ismert karaktert, és azt tesszük tönkre ma. Hát a Robin Hood. Láttad te az új Robin Hoodot? Nem azt mondtad, hogy csak szerepek vannak, amit eljátszik a színész? Ha kitalálok egy új karaktert, az egy új karakter, az lehet akármilyen. Nézd meg, a Helluva Boss tele van mindenféle akármilyen karakter, és mindenki imádja őket, mert őket úgy találták ki. Jó, hát nagyon rá vagy kattanva a Helluva Bossra. Mert az egy remek példa erre. De egy Robin Hooddal nem csinálhatom meg azt, hogy egy fekete nő a Robin Hood. Ha úgy teszed meg, hogy a napjainkban játszódik egy modern történet, aminek nincs köze a régi Robin Hoodhoz, akkor szerintem meg lehet tenni. De akkor meg miért lesz Robin Hood? A Robin Hood az ott van a Sherwoodi erdőben, az nem lehet a mai modern világban. Azért lett Robin Hood, mert nincs ennek új ötletek, és összeszedik azokat a filmeket, amik a maguk idejében kassza sikerek voltak, és azt hiszik, hogy ha ezt vókolva előadják, akkor az egy ilyen automata pénznyomda lesz. Ugyanilyen példa, hát a Sherlock Holmesot nem kell bemutatni, de van azt hiszem Sherona Holmes, vagy valami ilyen hülyeség volt a címe. Egyszerűen, mert nem akarjuk ugyanazokat a filmeket nézni tönkretéve. Igen, a Stranger Things-ből a Tizi játsza Sherona Holmes-ot, és egy katasztrofálisan rossz film. De miért nem találnak ki egy tök új sorozatot, mit tudom, milyen Cherry Pop legyen a főszereplő detektív, aki egy akármilyen női detektív, és ne Sherlock Holmes legyen. Most, ha megfogod a Tizit, és berakod egy ilyen detektíves filmbe, sorozatba, szívesen megnézem. De ha ráírod, hogy ez Sherona Holmes, akkor már nem fogom megnézni. Hát akkor már tönkretetted a Sherlock Holmes. Hát, és ugyan, ez a bajom. Ez ugyanez, de érted, a Grimm sorozatban is megoldották, hogy a legelején, az első évadban minden rész egy Grimm mese volt feldolgozva, és nem ugyanaz volt, de ráismertél. De mondjuk megfogod a Batmant, aki a szüleivel együtt él, és nagyon boldog, és sikeres a munkája, az már nem Batman, csak ráírták. A Batman univerzum az olyan tág, hogy ott tényleg megteheted azt, hogy kevergeted a nemeket meg a rasszokat. Mert abból lehet érdekes dolgokat összehozni, mert ott nem kötött. Persze, hát az új Batman, ami szerintem pocsék volt, viszont a Gordon volt az egyik kedvenc karakter. Az egyik legjobb Gordon. És fekete volt a Gordon. Kit érdekel? Egy nagyon jó Gordont kaptunk, és bírtam. Jó volt. Jó, mondjuk nekem a Gotham sorozatos Gordon is nagyon tetszett. Hát jó, arról nem tudok mit mondani, mert ezt nem néztem. Ő is az a Ben Hur típusú férfi, amiből nagyon kevés van. Lehet, hogy nem is létezik. Mindegy, szóval egy visszakanyarodva most tényleg egy Robin Hooddal nem teheted meg, hogy a mai világban játszódik. A Hood nevű rap bandát irányítja a Robin Hood, aki egy fekete nő, és
ezt nem teheted meg, utána meg persze rinyálnak, hogy jaj, nincsen nézettség, meg a nézők nem szeretik, mert rasszisták. Nem azért nem szeretjük, mert rasszisták, hanem azért, mert tönkreteszed a popkultúrát. De egy fekete kultúra nem érdemel meg saját karaktereket? Hát ez az. Meg most, ami ehhez kapcsolódik, amikor oda voltak vele, hogy hú, hát, hogy a fekete párduc az az első fekete szuperős, és milyen kemény. A Pengét senki nem látta. Hát a 90-es évek közepén mindenki a Pengéről beszélt, hogy az mekkora szuperhős. És az is, most nem tudom, Marvel vagy DC, de szerintem Marvel szuperhős. Tini Titánokban meg a Cyborg volt a kedvencem. Doktor vagy Mr. Üveg? Mert mégis az is szuperhős film. Hát az is, ha úgy vesszük, az is szuperhős film volt, és a baromi jól játszott a szuper gonosz zsenit. Ilyen, amikor jön egy film, ami nem egy feldolgozás, hanem egy új ötlet, akkor észre sem veszi az ember, hogy ki honnan származik, melyik színész honnan származik, vagy hogy néz ki. Jó, a Pingvint azt észrevettem a Batmanbe, hogy úgy néz ki, mint egy föci tanár. Meg úgy is beszél. Megérdemeltette, hogy a lágyult. Hát az a poénom úgy, hogy az új Batmanről valamelyik videóban beszéltem. De most, hogy így sok idő eltelt és visszaemlékszek, csak arra emlékszek vissza, hogy amúgy az egy rossz film. Amúgy a Pingvin sorozatot azt várom. Mert azért nem volt annyira érdektelen az a karakter. Én azt várom, hogy mikor lesz már egy Batman mozifilmben megint a Freeze. Aki nem a Schwarzenegger és az szörnyű. Hát a sorozatban megnézheted a Gotham-be. De azt nem érdekel, én a mozivásznon akarom látni a Freeze-t, aki nem a Schwarzenegger. Az pusztulat rossz volt. Hát azért a Rébuszt is elég gyakran elszarták. Hát a Jim Carrey-s Rébusz az... Az meg se történt. Az... Bírom a Jim Carrey, de szerintem az a mély pontja neki. Nem volt jó ötlet neki adni. A maszkot jó ötlet volt neki adni. Hát a maszkot nem tudom elképzelni Jim Carrey nélkül. Az a film az bukta lett volna, ha a Carrey nincs ott. Rébusz szerep az elvérzett. Az hogy végig hülyéskedték az egészet. Meg hogy nézett már ki? Jaj, abban a zöld rugdalózóban. Abban a zöld búvárruhában, meg a rózsaszín hajával. Hát mi volt az? Nem tudom, mi volt az. Megmondom, mi volt, egy katasztrófa az volt. De komolyan, jó, hogy a képregényekben azért egy eléggé idegesítő alak az a Rébusz. De sokkal jobban illik hozzá szerintem egy komolyabb karakter, egy komolyabb megformázás. Közben lehet hülyéskedni. Igen, meg ő tudatában volt annak, hogy ő bolond. Baromi összetett figura, amit nehéz eljátszani, és szerintem a Corey Mitchell Smithnek, vagy nem tudom, hogy kell kiejteni, neki baromi jól sikerült eltalálni, de ez csak személyes véleményem. Jó, hát itt a Gotham sorozat fangör szólalt már belőle. Ön lett találva, hogy vívódik saját magával, meg képtelen elfogadni önmagát olyannak, amilyen. Megfogsz egy ilyen karaktert, és kibővíted, és hozzáteszel, és úgy csinálsz belőle filmet, sorozatot, legyen. De amikor kiheréled az egészet, és szabályosan látom, ahogy leköpöd. Hát és annyi a karakternek a személyisége, hogy ő buzi. Igen. Most ennyi. És ezen kívül más nem tudsz róla. Most, de az, hogy buzi valaki, az nem teljesítmény. Az így született. Új Star Wars-ban, Rey Skywalker, Palpatine, akármi, az is... Most úgy, mint személyiség, nem tudok róla elmondani semmit. Azt tudom, hogyha bármi probléma volt, Rey azonnal tudta a megoldást, és rögtön megoldotta, mert ő a főszereplő. De ő nem lesz egy jó karakter. Mentek az űrhajóval, és így, úristen, fel fogunk robbanni, meghalunk. Kitépett egy alkatrészt az alaplapból, és most már megmenekültünk. Az űrhajón voltak, űrhajón volt probléma, Rey csuklóból megoldotta, mert tudta, melyik alkatrészt kell kiszedni. Utána, mit én rájuk szakadt a barlang, akkor a Rey kinyitotta a bejáratot, mert hirtelen olyan erős lett, hogy meg tudta oldani. Akármi bajba kerültek, a Rey rögtön tudta a megoldást. Valakit leszúrtak, oda ment hozzá, nyújt, meggyógyult, felélet. Mert akkor neki akkor azt kellett ez most tudnia. Ez most a Star Wars volt, vagy Jézus Krisztus szupersztár? Nem tudom. De még az... neki is voltak nehézségei. Azt tudom, hogy ez az írói kreativitás legalja,
amikor hogy oldja meg a főszereplő a problémát, hát úgy, hogy ő a főszereplő, és azt tudja. Ezt a gondolkodást kb. Ilyen gyerekektől tudom max elfogadni, amikor képzeletben kitalálnak mindenféle sztorikat, és a segükből húznak elő megoldásokat. Egy ilyen volt, az nagyon tetszett. Régen ment ez a Herkules sorozat Kevin Sorbóval. Jaj, de szar volt. Nem, az a másik volt, én az Arnoldosra gondoltam. Nem. A Szénával együtt ment ez a Herkules sorozat, és mindenki imádta. A Széna az jó volt. És abban volt egy ilyen, hogy ment a Herkules segédje, és ő előadta, hogy hát a nagy Herkules legyőzte a mit tudom én milyen vaddisznót, aminek átszúrhatatlan vastagságú bőre és bundája van. És akkor az egyik paraszt így a hátul beszól, hogy és az hogy szúrta le? És egy áll a segéd gondolkodik, hát egy mindent átszúró lándzsával. Éjjön! És akkor már örültek neki. De ez pont ugyanaz. Szerintem sokkal vidámabb téma lenne, hogyha inkább filmekről beszélgetnénk, és nem szociális témákról. Meg én filmekről inkább szívesen beszélek, mint ilyen szélsőséges ideológiákról, amit le akarnak nyomni az emberek torkán. Amivel tönkreteszik a filmeket. Amivel tönkreteszik a filmeket. Ja, hát akkor legyen már ennyi. Ja, nem tudom. Kielemzem a kátemet, pszichológit, amihez nem értek, de szeretem. Jó, akkor a következő részben Gotham-ről fogunk beszélni. Te nem szereted a Gotham-et, meg azt kevesen szeretik, szerintem megismerik. Pedig az egy nagyon jó sorozat. És azért jó, mert én azt mondom. Igen. És hogyha elmondom még 50-szer, hogy jó, akkor az még jobb lesz. És hogyha nem fogadod el, akkor rasszista vagy. Meg homofób, mert tele van rasszokkal, meg homokosokkal a sorozat. Meg olyan párkapcsolatokkal, ahol hárman vannak párban. Uvú. Egy mackós férfi, meg két nő. És azért jó lehet két nővel, az egyik felmos, a másik kiviszi a szemetet. Ha persze, inkább két nő mondja neked azt, hogy mikor viszed már ki a szemetet. Meg két nőnek fáj egyszerre a feje. Jó, akkor legyen ez a végszó.